Na, sziasztok! Gondoltam, csinálok egy videót is, egy ilyen magánjellegűt, meg egy kis üzletileg. Esetleg, amik kimaradtak, amiket meséltem. Jó kis szemüvegem, nagyon szeretem. Tök jó, mert így folyamat ezért vonalban vagyok, hívnak, folyamat Bluetooth-on telefonálgatok, elérnek, zenét hallgatok, szóval egy nagyon király. Ezt a kameráját nem nagyon szoktam használni, rejtett kamerát. Nagyon jól érezzük magunkat, itt vagyunk Amsterdamban, tesóméknál. Közben ügyfeleimnek nézek hoteleket is, vannak pár, akik pont ide foglaltak, és akkor már kellemes hasznossal megnéztem azt is. Már jeleztem is nekik privátban. Hát, jól érezzük magunkat, hála Istennek most már. Hát így vezető lettem már a cégnél, elértem a vezető szintet, és igyekezni fogok, hogy minél több szinten eljussak. De igazából azt mondom, hogy azon a pozícióon leszek, amit Isten eltervezett számomra. Bármiben az életemben, akár egy cégnél, akár máshol, de tenni kell érte. Mindig tenni kell a jövőnkért. Soha nem szabad feladni, és tényleg szorgalmasnak kell lenni, kitartóan. Mert sajnos az élet nagyon sokszor meglepetéseket okoz, és én annak a jövőnk, hogyha próbálunk mindig másokon segíteni, és hogyha tudunk, akkor segítünk is, akkor rajtunk is segítenek az emberek. De elfordulunk másoktól, akkor lehet, hogy mikor mi olyan helyzetbe kerülünk, akkor tőlünk is elfordulnak majd. Szóval ezt nem át tudni, sőt, leesetem a szemüveget, hogy lássátok a szemembe, hogy őszintén beszélek. Szóval tényleg így én ilyen vagyok. Őszinte. Nem mondom, hogy mindig ami a szívem el a számon, mert akkor nagyon sok ember megsértődne. Azzal is vigyázni kell, sajnos. De viszont nem szabad hazudni, nincs is értelme, mert nincs olyan titok, ami ki ne derülne. Szóval fontos, hogy őszinték legyünk egymással, és ne bosszú álloskodjunk, mert ne irigykedjünk a másokra, meg hanem tényleg, ha valaki sikeres, nézzük, tanuljunk tőle, hogy csinálta meg, hogy tudunk mi is sikeresek lenni. Mi az, amit ő neki még többet tudunk segíteni, hogy ebbe még jobb legyen, és ezáltal mi is fejlődünk. Például ez a life coach, amit tanulok, mert még a vizsgám vissza van, ebben nagyon sokat épültem igazából. Motivációs előadásokat fogok majd tartani, így nem tudom merre. Akár nemzetközi, ki tudja, egyelőre Magyarországon, de majd kiderül. Arra, hogy ösztönözzem az embereket, bátorítsam, erőt adjak nekik, és tényleg mindenki annyi mindenen keresztül megy, és pont ezért is úgy vagyok vele, hogy soha nem tudhatjuk, mit hoz az élet, hogy el kell fogadjuk egymást. Szóval, hogy nem ítélkezek senki felett sem. Hála Istennek, hogy elfogadok minden embernek olyan, amilyen. És engem is így elfogadnak. Érzik az emberek, hogy nem megjátszom magam. Érzik az emberek, hogy tényleg őszintén elfogadom őket. Teljesen mindegy, hogy miben vannak. Teljesen mindegy, mi mentek keresztül, mi a munkájuk. Szóval mindegy. Oda megyek minden emberhez. Mindegy az, hogy miniszter, mindegy az, hogy magánember, mindegy az, hogy kukás, mindegy az, hogy politikus, mindegy az, hogy rendőr, mindegy az, hogy prosti, gangster, nem számít. Azt számít, hogy Istennek van egy üzenete felé, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten. Értetek, és mindannyiunkért, az egész világért. Ez egy számít, ez a legfontosabb. És hogy maradandó dolgokért küzdjünk. Hát igazából minden múlandó. A ruhánk elkopik, a lakásunk tönkre megy, átadjuk családról családra, rokonságról rokonságra, az autó tönkre megy, le kell cserélni, és sajnos megfordult a világ, mert ezek a múlandó dolgok, amikért küzdködnek az emberek, amikért harcolnak, és a családot, a barátságot, a lelkeket, akik a legfontosabb, legnagyobb érték, azokat sajnos egy tárgyaknak veszük. A tárgyakat följebb emeljük, és az embereket tárgyaknak veszük. Egy kapcsolata elromlik, eldobható, lesz egy másik. Nem, meg kell javítani. Kell igyekezni, hogy ez helyreálljon. Ha valami
tönkre megy, akkor nem el kell dobni, hanem meg kell javítani. Kell valamit tenni, hogy jobb legyen. Én azon vagyok, hogy teszek érte, hogy jobb legyen ez a világ. Próbálkozok vele, és sose adom föl. Mindegy, milyen helyzetem megyek keresztül, és nem takarom a múltamat. Mindenkinek van múltja, de a jelenbe élek, megélem a jelen. Nem csak a jövő, ez lesz a jövő, az lesz a jövő, és közben nem éljük meg a jelen dolgait. Meg kell élni jelen dolgait. Élni kell, szeretni kell, bízni kell, hinni kell. Ez a lényeg igazából, hogy sose a pénz. Szóval kellenek az anyagiak, hogy azok az alap dolgokra megoldást nyújtson. Hisz azt mondja Isten igéje, hogy a szükségleteiteket én már kirendeltem, hogy nem kell aggódnotok, mit tesztek, mit isztok, miben ruházkodtok, mert erről mind én gondot viselek. Szóval tényleg alap dolog, de ezt Isten embereknek adja meg, hogy továbbítjuk. Szóval én úgy kezelem az anyagiakat, hogy én egy cső vagyok, amin keresztül megy a segítség mások felé. És így én is rendben vagyok. De én önző vagyok, és én gyűjtögetek magamnak, és irítkedek, akkor én is lehet sehova se jutok. Sőt, lehet mindenem is elveszem. Nem mondom, hogy annyi mindenem van, de megelégszek mindig azzal, ami van, és törekedek arra, hogy még több legyen. Azért, hogy ezzel még több embernek segítséget nyújtsak. Legyen ez, ami a saját alapítvány, amit tervezem az elindítását. Hát egy jó ideje, de remélhetőleg idén össze is jön. Jelenleg is segítettem egy alapítványnak, nem mondom ki a nevét. Jó sokáig dolgoztam benne, még mai napig is segítek nekik, hogyha úgy van. De megtaláltam a célomat, az életvitelt. Szóval ez fontos nagyon, hogy kövessük azt, amik az álmaim, kövessük azt, amik a céljaim. Hogy tényleg úgy éljünk, hogy ez örök legyen. Ez tényleg nagyon fontos dolog, hogy találjuk meg önmagunkat, és megint csak azt mondom, és tényleg nem vallásoskodok, nem is vagyok vallásos, mert Isten gyűlöli a vallást. Az őszinte kapcsolatot szereti, amikor őszintén imádkozunk, amikor őszintén sírunk, amikor kinyitjuk a Bibliát, és szól hozzánk az igény keresztül, a lelkiismeretünkkel keresztül. Ő ezt szereti, nem a vallásoskodást. Szóval nem vagyok a vallásoskodás híve, de annak a híve vagyok, hogy tényleg találjuk meg önmagunkat, amire születtünk erre a földre. Mindenkinek van egy elhivatása, mindenkinek vannak olyan értékei, tehetségei, ami nagyon fontos, és ezt találjátok meg. Ez tényleg nagyon fontos dolog. És én azt mondom, hogyha sokan szóljuk, hogy hogyan. Vannak ilyen tehetségkutatók, meg minden, de nem pont úgy, hanem igazából, ha Jézus megtaláljátok a teremtőtöket, akkor megtaláljátok önmagatokat. Mert a teremtő által megtudjátok, hogy a teremtett lény mire született. Szóval én próbálom így élni az életem, nem vallásoskodás, hanem őszintén is. Amikor hibázok, akkor felvállalom. És őszintén odállok, igen, hülye voltam. Ez van, de megcsináltam. De akkor is kiállok az emberek mellett, kiállok a barátaim mellett. És tényleg mindig megköszönöm azt, ahol vagyok. Mert soha nem lehet tudni, hogy mikor, hova kerül az ember. Most például tök jó, hogy tönk a tengerparton, de ami még jobb, hogy nem egyedül vagyok a tengerparton, hanem a testvéremmel és a barátnőjével, akik fontosak számomra. És nagyon szeretnék, hogy családommal, teljes családommal együtt lenni. És mindegy, hogy most külföldön, vagy bármerre, vagy Pécsen, vagy feljönnek hozzám Pestre, az apartmanomba. A lényeg az, hogy ezek az értékek számítanak. Na, röviden ennyi. Majd még így jelentkezgetek, aztán tényleg majd válaszolok, és keressetek nyugodtan bizalommal, akár üzleti télen, akár magán jellegű dolgokkal, hitbeli dolgokkal. Ha tudok, és időm van rá, akkor szívesen segítek. Képet. De ez a legfontosabb tényleg. Találjuk meg önmagunkat, és segítsünk, ahol lehet, és segítsünk másokat. Nyújtsunk segítséget, ha tudunk. Ne legyünk közző emberek, hanem önzetlenek. Mert abból ered az igazi szeretet, az önzetlenségből. Na, akkor további sok sikert mindenkinek, és nagyon szép, kellemes nyarat kívánok. Üdv, bye bye!